Az olaszok vártak a Benedek legényekre a 10. Volvokupa vasárnapi játéknapján, akik ellen nem a legjobban sikerült a rajt. Az első negyedben ugyanis 3-0-ra lehúztak az olaszok. Aztán a következő játékrészben már magukra találtak a miénk, előbb Posnyanszki, majd Bátori szépített 2-3-ra. Igaz, a vendégek még kétszer betaláltak a magyar kapuba, így 2-5-ös olasz vezetésről jöhetett a nagy szünet. A harmadik negyedben kicsit visszavettek a tempóból a csapatok, gól nélkül zárult az etap. Az utolsó játékrész elején sikerült a szépítés Tóth Márton révén, majd nem sokkal a vége előtt Varga Dénes keltette életre a magyar reményeket, 4-5-re zárkoztak fel ugyanis a miénk. Ám a végeredmény már nem változott, így vereséggel kezdték a magyarok a Volvo kupát. Valószínűleg, hogyha úgy kezdjük a meccset, ahogy a második negyed közepén elkezdtünk játszani, akkor másképp alakulhatott volna a meccs, de hát a sportban nincsenek a ha, meg a de, ezek nem léteznek, úgyhogy majd legközelebb így kell elkezdenünk. A miénk adásunkkal egy időben már a spanyol válogatottal csatáznak. A mérkőzésről keddi híradónkban számolunk majd be.